Not I. Boldog étvágyat mindenkinek. Köszi szépen, ilyen köszi szépen a 46. évet. Köszi. Ez ilyen csirkés hamburger volt. Amit én ettem. Mert csirkehúsból van a hamburger hús. Dóri szereti itt a hamburger, ez a csirkés hamburger. Úgyhogy most innen ettünk. Írás! Hát ez nem Kecskeméten van, de... Na nyugi. Biztos van olyan valaki, aki mit tudom én értsi el, és akkor mit tudom én blogot ír. Írás blog. Elment a fókusz. Here's your sandwich, hon. Tessék. Bocsi. Gondolom kért valaki bele extra sajtot, vagy nem tudom. Gombás.
pont egy gombásat. De mi a baj a kiflivel? Össze kell kenni a kamerát. De és mi a tökön baj az, hogy nincs megpirítva? Ezért a húst az forró, minden izért, mindent forró raknak bele, hát megpirul az egy kicsit belül. Szottyosabb szoba az. Jó van, Francis, akkor menj azt egyed az indiai azért, szőrös vakonthere levest. Nyugi. Vicc volt, Francis, vicc volt. Én most a kamerát kapcsoltam ki. Bravo. Köszi Skyre ezt a videót. Szuper volt, köszi. Hát akkor nem tudom elképzelni a másik kajához, az azerbajdzsáni kajához mit mondhatnak. Na, vissza a játékba. Sziasztok, hello, ez Witcher. Itt vagyok. Én, Conti a streamer. Gerard bőrében. Igen. Szerencsére Skyler segítségével a nagyon durva veresége a vesztésemet sikerült eledukálnom Skyler kocka póker trükkjeinek köszönhetően. Meg... Besúgó volt, de elkaptam. Menjen a négy levegő rohere Skylernek a kockapóker trükkökre. Ilyen az élet. Fosvelő 500 orrent ígért. Mit? Az áruló Fosvelő? Fejért. Van szabad szoba? Fosvelő. Négy rubber bronze. Bronze point. Ez csak mondjuk mehet. Nem tudom már mi van még bronzból, ami olyan nagy, így. Ami még így kéne. De már este van, mindegy, ennyi jó. Na, Skyler, rakd el a lóheréket! Ez most estének számít? A fene, mekkora korcs!
Olyan tökön megyek be a karaktárba. Nincs más bejárat. Az az egy, ami zárva volt. Egy éjfélkor. Éjfélkor van raktár ellenőrzés. Na. Ne haragudj, ti annyi nem fogom kinyomni a streamet. Köszi, hogy itt vagy. Nézzük. Gyerünk, Gerald! Javed és a professzor eltűntek, de egy is jobb a semminél. Menjünk. Mi? Szívesen lezúznék valakit. Jogot volt. Ez nem volt a megállapodásunkban, Strázsa. Strázsa! Nyugodj meg, csak egy Witcher. De biztosan tudod, hogy a Witcherek gólemek. Nincs saját akaratuk, csak parancsokat teljesítenek gyorsan és egyszerűen. Nem panaszkodnak. Ugye? Gólemek. Igen. Látod. Nincs semmi, amitől meg kellene ijedned. Oh. Te sem egyedül jöttél. Most már kössünk üzletet. Nem bízom benne. Azt hallottam, hogy ő egy nyomorult gyilkos, aki embereink tucatját nyírta ki. Ne firtassuk ezt a kiölt meg kit. Az a múlt. Minket pedig a jövő érdekel. A jövőd, ami kellemetlen lesz, ha Javed rájön, hogy becsaptad őt. És higgy nekem. Rövid idő alatt ráébred, ha te nem kezdesz beszélni. Csak blöffölsz, de nem ijesztesz meg. Elég. Hol van Javed? Hol vannak a Witcherek titkai? Nyögd ki végre, mielőtt megetetlek a patkányokkal. Vincent, állítsd le! Nem tudok semmit. Én csak egy segéd voltam a szalamandrák könyvelőjénél. Javed már nem bízott bennem. Nem tudom, hogy hol van, vagy hogy mit szándékozik tenni. A professzor? Nem tudom. Elment valahova. A fenébe, neked kell egy kis bátorítás. Védelmet ígértél nekem a tanúvallomásomért cserébe. Az anyám sírjára esküszöm, nem tudok semmit. Állítsd le! Te őr vagy. Ez gyilkosság, te pedig félreállsz és végignézed. Nem, távozom. Azon kívül tudom, hogy részt vettél Raymond családjának meggyilkolásában. Witcher, csináld gyorsan. Witcher. Húlulul! Bard! Amint Ard! Fej levágva! Ard! Ard!
Úgy van. Nehéz bunkos. És visztek. Csirkés szendvics. Ez be is falom. Csoportos stílusban? Nem, az csoportos, nem. Igen. Az is ott van, meg a kórházba kell megmenni. Az fönt van. Akkor kórház? Kórház? És a mentőállomás. De a kórház! A kis kutyukákat. Menjünk a kórházba. Már nem vagyok. Hello, Twixer. Távol a raptól. Én fizessek? De most fizettem már. Maradj távol! Lenne. Ssss! Mondani akar valamit. Kákstein! Kák! Lájult. Indulj! Zűrzavar van a folyosón. Átkozott banditák. Kosvelő küldte őket. Fosvelő? Na de volt még egy kórházas, nem? A tüdőm... valami átok... Ugye a kertésszel kell. Valami átok... A fizetés. Ard! Na de milyen van? Ja, mert nincs kiválasztva. Ard! Páran haltak itt. Cukorbaba.
tőröket nem tudom fölvenni. Annyi. Feltölt az életerőt a cukorbaba. Igen. Azt hallottam, én csak annyit hallottam tűzre, hogy kevés benne a csöcs. Hol a kertész? Nincs itt a kertész. Lehet, hogy éjszaka nincs itt. Én nem láttam még egy részt se. Sajnos nem volt időm. A kurva élet. Még erre van. Ide mutatja, de szerintem azért nincsen lófasz sem, mert éjszaka van. Ilyen spontán meditálásom úgy van, nincs semmi. Tálernél lehetett aludni? A fenébe vele! Orrát? Hogy lett csúnya. Van. Az Isten... Ennek a kertnek szüksége lenne egy gondozóra. Hát akkor te mi mit csinálsz? Szereted azt, amit csinálsz. Szeretem. Szeretem a növényeket és jól ismerem őket. Egész életemet kitette a háború, most végre békében élhetek. Háború? Nem vagyok rá büszke, de valahol zsoldos voltam. De azok az idők már elmúltak, most pedig elégedett vagyok. Jobban érdekelnek az ezüst kardok. Tudtam, na, hogy valamelyikőtök eljön végre. Elvesztetted kártyát. Biztos voltam benne, hogy nyerek. Jogi. Vigyázz, az éles szemű jól játszik. Honnan szerezted de ezt úgy mondják ezt, úgy mondják, hogy jól játszik, mint hogyha lenne bármilyen trükk a kocka pókerbe. Mert abban a kocka pókerbe, ahol még ugye ki kell gyűjteni az összes lehetséges hendet, abban még talán van is, hogy melyiket minek rakod ki, vagy melyikben minek mész le. Így, hogy kettőt gurítasz. A csatában szerezted a kardot? Igen. Koheni a vicseré volt. Nagy darab és ritka fajta, nem túl beszédes. Mint mi mindannyian. Szavamat adtam, hogy a kard egy másik vicserre talál. Mikor haldoklott, valamit motyogott a fogakról és a végzetről. Aztán nevetett és meghalt. Elvesztetted kártyán? 5 évig rejtegettem. Elvesztettem minden reményem, hogy újra találkozom egy vicserrel. Sáni kisasszony ismerte Cohent. A kórházban dolgozik. Kösz. Kísérjen szerencse utadon. A felhívás miatt... Úgy nézel ki, mint egy harcos. Persze. Hozd el a tüskéjét bizonyítékként.
Jó. Na, ezeket meg. Nem. Jó. Isten. Illetve havaromnak kéne Link. Sok quest van itt most. Elmegyek ide a lentihez. És utána mondtam, úgyis fent vannak a többi questek. A kastélykapuhoz tartok. Az ottani járunk. Hol van Vincent? Ja, itt van. Hogy mentek a dolgok a raktárban, miután elmentem? Gyorsan. Remek. Ez volt az utolsó alkalom, hogy kihasználtál. Nem vagyok egy bosszú álló, de... Nincs más választásod, higgy nekem. Nem fog még egyszer előfordulni. Erre szavamat adom. Gondolom, folytatni akarod a nyomozást. Nincs más választásom. Hivatalosan nem segíthetek, de hagylak dolgozni. Bármit megtudsz, közöld kérlek velem is. Tudok az... Meg... Bárcsak... No. Köszönöm. Jól van. Igen, és akkor most nézzük újra, az fönt van, az még föntebb, az is ott van, kosvelő, az kosvelő ott van. És ugye van még a gát, plusz a rajman. Szia, Dani! Most éppen a kicsi konti van a gépnél. Geralt a Witcher meghallotta szavam! Ismét találkoztunk. Ismét szükségem van a segítségedre. Ismét? Miben? Komoly ügy. Valami olyanról van szó, ami mérföldkő lesz az alkímia történelmében, de a te szakmáddal is kapcsolatban áll. Folytasd. Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. Elfelejtette. Van egy munkád számomra. Segíts nekem beteljesíteni... És a királylány a toronyban, amit egy sárkány őriz. Köszönöm, de kihagyom. Hallgass végig, kérlek. A legenda szerint egy mágus és egy alkimista emelte a tornyot. Nincs itt semmiféle királylány meg sárkány. És hogy jövök én a képbe? A mágus... Évekkel ezelőtt meghalt, és mindenki elfelejtette a tornyot. A benne lakozó erő azonban magához vonzotta, és megnyomorította a közelben lévő lényeket.
röviden szörnyeket termel? Pontosan! Meg akarom vizsgálni azt a forrást, Witcher, és egy nagyszabású művet akarok belőle írni, hogy nevem örökre fennmaradjon! Évek óta elfeledett titkokhoz juthatnék hozzá, de sajnos a torony be van zárva. Bárkinek hajlandó vagyok fizetni 1000 orent, aki bejuttat. Meglátom, mit te... És mégis hol kezdjem? Az öregek regélyi, a mocsáriak és régi könyvek is segíthetnek. A feljegyzett tudás sokkal megbízhatóbb. Valami konkrétum? Renszent Alvaro, a titkos kapuk könyve, valamint egy alkimista írása az Einsoft Aur jó lehet. Uh-huh. Úgy tudom, aha, egy törpnek volt egy másolata a titkos kapukból. Aha. A második könyv elveszett, és biztos nehéz lenne felkutatni. Kipróbálhatod a legújabb találmányomat is. Ezzel a kristállyal teleportálni tudsz az erőhelyekről. Ez tényleg elteleportál engem az erőhelyekről a laboratóriumodba? Van esély a hibára, de nagyon kevés. Aha. Alvedo? Teleport kristály, zsír. Szerintem te egy csónakban evezel a szalamandrával. Én? Miért? Én is ezt szeretném tudni. Mire vagy kíváncsi? Amire még nincs bizonyítékom. Aztán jó beszélgetések. Na, de vagy be... De, hallottam, hogy Berengár Witcher neked dolgozott. Reméltem, hogy nem tudod meg. Elmagyaráznád? Felbéreltem, hogy derítse fel a mocsári tornyot. Nem akartalak megijeszteni, de még mindig vannak terveim azzal az épülettel. Felbérelted, ő pedig eltűnt. Nem találtad ezt egy kicsit különösnek? Ezért kérlek meg téged, hogy oldd meg a rejtélyt. Talán az is kiderül, mi történt Berengárral. Mit gondolsz, mi történt? Talán a riválisaim távolították el. Itt hagyta nekem ezt a könyvet. Lehet, hogy hasznodra lesz még. Igen. A felhívást. Jó. De még a itt azt nem lehet kezdeni. Hogy? Azt a... Be... De... Egy... Ez csak azért, mert a másikat nem mondtam, nem? Ne. Hiszek. De itt most mindegy, mit mondom, mert úgyis kiderül. Mert fejjel lefele szokta, fejjel állva szokott inni, nem tudom. Nincs hát ez a vérzésre. Oké. Itt van még. Ugye ez a Sanyi. Hát ez nem Sanyi. Ez Banya. Senki sem tanított neked. Jó megváltoztás, Sanyi. Most jöttem, nem megyek. Sanyihoz jöttem. Odafenn szórakoztatja a vendégeit. És szinte semmit sem fizet a szobáért. Aha. Szegény kis cica. Az anyja nem tudja etetni. Nem merem az orvos ételét adni neki. Szerintem megbetegedne. Mi van? Aha. Nem sajnálod a szegény kis cicát? Domény, tessék. Felfelé, hercegem. Eredjél. Eredjél innen. Na, nem úgy tűnik.
Nagyon jó apnója. Aki elolvassa, arra halál vár. Hello, drága! Menj fel nyugodtan! Hát kösz, baszod! Nincsenek is vendégek. Hogy találtál meg? Azt mondtad, megnéztem a térkép gombot. Á, igen. A kórházban dolgozom. Nem akartalak zavarni. Hogy jutottál át a vén banyán? A kedves hölgyön a földszinten? A kedves hölgyön. Pokollá teszi az életem. Az öregek már csak ilyenek. Legalább nem kell sokat fizetnem. Az orvosok keveset keresnek Temeriában, sokan el is mennek. De te mégis maradtál. Valakinek muszáj. Másrészt... Igazán? Van egy kis gondom. Igen? Úgy hallottam, te láttad Coent. Honnan tudod? Megtaláltam ezt a kardot. A brennai csata során halt meg, az én műtőasztalomon. Nővér voltál Brennában? Egy Reszti nevű sebész alatt dolgoztam. Ismerted őt? Rozsdás! Meghalt, mikor kitört a Katriona járvány, Mariborban. Na. Vöröset a vöröshöz, fehéret a fehérhez. Így végül minden rendben lesz. Nem ismertem igazán. Mit tudsz erről a kardról? Kérdezz Zoltán Sivályt, a törpöt. A fegyverek terén ő a legtájékozottabb. Zoltán Sivály! Néha... Sa... Hát pont ez az. Én nem sajnálom. Felébredek, üde vagyok, és mintha már megszoktam volna a szenvedést. Érted ezt? Azt hiszem, igen. Értem, igen, azt hiszem. Köszönöm. Néha jó megosztani valakivel ezeket a dolgokat. Szóra sem érdemes. Szóra sem érdemes. Tehát amúgy ugye Sanival kell beszélni. De hát itt van. Csanival kéne beszélni a kórházba, de nincs a kórházba. Hello. Sani, aha. Hello, drága. Menj fel nyug... De azt a rohadt. Hello, drága. Jól van már, banya! Mit késik? Mit? Kizárt dolog. Kizárt dolog. Roba, nem késik. Mondtam. Ezért megnéztem saját magamnak. Legalábbis nekem nem késik. Raymond. Ez is kint van. Zoltán, lenne a kocsmába, Csani a kórházba, Kosfelő a kocsmába, Vivaldi, az van még itt, a Vivaldi. Ezek a képek. Mi folyik itt? Letartóztatjuk, mert terroristákkal működik együtt. Ő? Egy Skojatel harcos? Az unokaöccse éppen abban az egységben volt, akiket elfogott a rend. Ugyanaz az egység, amelyik legyilkolta a falusiakat Vizima közelében. Nem, ez hazugság. Az unokaöcsém fiatal és bolond, nem egy gyilkos. Csak volt. Már fellógattuk. Halála előtt beismerte, hogy kapcsolatba lépett veled. Örülök, hogy elkaptuk őket, mielőtt megkaparintották azt a fegyverszállítmányt. Haren egy igazi hazafi. Feláldozta az életét, hogy csapdába csalhassuk őket. Szedd össze a holmidat, Vivaldi. Majd a kazamatában siránkozhatsz. Ez jól beszóltad, Vivaldi. Akartam részt venni a kupecek és a szkajatelek ügyeiben.
A bolondok nem hagytak más választást számomra. Miközben félt a Skojatelek bosszújától, Haren elárulta az egész. Talán azt gondolta, biztonságban lesz és jutalmat kap. Hollók és varjak lakomáznak majd fiatal másfajúakból. A madarak. Ők az egyetlen győztesei ezen konfliktusnak. Valaki biztos meg fogja torolni a szabadságharcosokat. Valaki felhasználja majd a halálukat. Természetesen arra, hogy bosszút álljon. Mi? És a nekrofágok majd elhíznak. Hollók és varjak. Mi? Ez akkor most mi van Vivaldival? Hát akkor hogy mondom el Vivaldinak? Hát mit tudom én? Mi az, hogy hány kártyát? Milyen kártyát? Vivaldit bazd meg, nem tudom elmondani Vivaldinak. Nincs itt, lecsukták, vagy nem tudom. Adjál már, ugye kártyások. Nem tudom. Fritz kártyát? Tán kettőt? Hármat? Nem tudom. Nem tudom, hát ezt meg lehet valahol nézni, vagy... És kettő biztosan rémlik. Menjünk le a kadomatába, de először még ide jövök a Sanihoz. De amúgy itt lesz ugye talán? Nem lesz itt, mert még otthon volt. Az el kell tennie egy napnak, vagy mit tudom én. Hossza. Egy sincs, de biztos, hogy volt. Ja, ott, Új! Hát nem tudom. Hát ja, kettő. Lehetett volna még a Vesnával, de ő baszott eljönni a szaros malomhoz. Szia, Darko Man. Hogy szabadítom ki ezt, Tom? Beszélhetnék Vivaldival? Semmi esélyed. Bárki, aki a Skojatellel üzletel, politikai fogolynak minősít. Hoztam egy kis fészteket. Ő csak egy öreg törp. Miért állsz ki mellette így? Beszélnem kell vele. Fizest ki a 200 aranyos óvadékot és kiengedem. Aztán meg azt csinálsz, amit akarsz. Yeah. Hát, ha pénzt adok, akkor már akkor itt nem számít. Pénzed. Mi szél hozott ide? Hát kiszabadítottalak. Nincs egy másolatod a titkos kapukból? A megmaradt vagyonom részét képezi. Mennyi? Kihoztál a börtönből? Odaadom ajándékba.
megtaláltam Azar Javed kapcsolatait. Érdekes. Sajnálom, hogy gyanúsítottalak. Tudom, hogy elvesztetted a bankodat. Kedves tőled, hogy ilyen őszinte vagy egy törphöz. Bármikor. Van néhány információm Javedről, ami lehet, hogy... Ezek előtte végigugatott. Még a legkisebb részlet is. Régi iratokban láttam a nevét. Ban Artban a varázslóiskolában fizetett tandíjat. Kidobták, miután megtudták, hogy érdeklődik a fekete mágia iránt. Nem fizette többé a tandíjat, ez volt az utolsó adat, amit felőle hallottunk. Egy árulóval van dolgod, méghozzá egy nagyon veszélyes árulóval. Törpcsöcs. Raimon, Mocsár, Zoli, Csanyi, Kosfelő, Laverden, Raimon, ennyi? Hol tudok itt aludni? Még több mészárlás volt a más fajok negyedén. Ahogy Raupennek mondta, csak a falok. Ah, pont itt van Zoltán. Ez nem lehet véletlen. Igen? Mit tudsz mondani az ezüst kardomról? Ki? Én? Ki? Egy egyszerű törp. Sani kitartott mellett, hogy a fegyverekről való tudásod páratlan. Rendben. Szinte esélytelen, Dani. Szinte esélytelen. Több mint 100 órányi volt. Kétkezes fogásra tervezt. És akkor még az interneten is, amit egy mobilnetről streameltem. Nem tökéletes. Nem ismerem ezeket a... Nem tudom, hogy valakinek valahol valami megvan-e belőle. Köszönöm. Sajnálom. Semmiség. Tudsz valamit Vivaldi bankjáról? Már csak Vivaldi a neve. Miért? Új tulajdonosok, emberek. Ez sok mindent megmagyaráz. Tényleg? Látom, Tihany is meg Francis is Spengeren táncol. Van egy perced? Mi? De ezt már nem beszéltük vele. Viszlát. Hol volt még az a tekercs? Vagy nem tekercs, valamit adott? Mit adott? Nem ezt adta. De ez volt a titkos kapuk. Jó. De a Raimond is itt van szembe, igaz? Ja, az pont itt van. Kirányja talán? Nincs itt. Itt van. Beszéltem a fogollyal. Mondott valamit? Nem volt rá ideje. Lehet, hogy idén már nem fér bele a Heroes elkezdése se. Ez biztos? Különös. Az a baj, hogy semmit nem lehet, Tihany már lemondott régóra. Hogy a szalamandra eltakarodjon.
ha csak nem történt valami... Faszki van, ti anyja, ti anyj megkeményedett annyira, már baszogatni se lehet. Javed ijesztett rá, vagy lefizette. Ezt ki kell derítenünk. Sikerült valamit kiszedni a fogolyból? Csak egy nevet mondott. Kalkstein. Érthető. Talán ő Javed egyik társa. Kalksteinnek lehetett része a kísérletekben. Találkoztam hét, már, hetet, nem úgy néztem, kérti egy bűnöző. Talán, aztán. Minden szálat meg kell vizsgálnunk. Munkára. Körbe kérdezem a kapcsolataimat városszerte. De figyeld Kalksteint. Férkőz a bizalmába, és tudd meg a terveit és titkait. Mi a következő lépés? Türelem, mintha horgásznál. Jobban szeretek vadászni. Akkor férkőz Kalkstein. Jó, ez az a Heroes, meg a StarCraft is. Rá tudnád venni, hogy béreljen fel. Ilyen jellegű játék nem is olyan volt mostanában. Ilyen platformerek voltak, meg ilyenek, mint ez. Vagy ezt hasonló játékok. Ki? Most ezeket végigbeszéljük. Csákubú. Mi? Ez meg semmi. Nem is tudom, hogy akartam vele beszélni. Viszla. Bár mondjuk lehet meditálhatunk valam. Jó. Kosvelő gát. Kalkstein? Hol van Kalkstein? Kalkstein, azt hát a saját házában van Kalkstein. Azért már biztos azért meg kedvel téged. Anya nem is kell elosztani ezeket a pontokat, de hát. Hogy vagy, Kubu? Jól vagy? Nyomod még a New World-öt? Darkstein, meg lehet, akkor most megnézhetjük Shanit. De nincs itt amúgy, hiába. De itt van, jól. Miről? Néhány ember meghalt a kórházban. Tudsz róla valamit? Beszélj. Ja, én jó vagyok, köszönöm. Éppen egy foglyot faggatt, amikor a banditák megtámadtak. Az ő testüket találták meg az őrök. Ja, én nem láttam, de gondoltam, hogy úgyis most jött, akkor mehet egy kis vicsere, egy az is be van kérve. Biztonságos helyre. Nagyon jól sikerült végigjátszani a hármat, maga a kettőt, volt a sorrendbe is. Még annó. Hogyan segíthetnék? Nem tudsz segíteni. De... Még nem találtuk meg a járvány ellenszerét, de... Ismerted Rustyt? Nem igazán. Rozsdást! Mielőtt elvitte volna a járvány, felfedezett egy növénykivonatot, ami lassította a kór terjedését. És neked szükséged van erre a növényre? Igen, a fecskefő az. Sajnos csak a mocsaras területeken nő. Minden... Tessék. Remek, örök hálával tartozunk. Semmiség az egész. Ha bármire szükséged van, tudasd... Én értem, Tihany, én értem. Hol van a lakásod? Vízima északkeleti végében bérelek egy szobát. Könnyű megtalálni? Szemben a házzal van egy kis tér, úgy. Egy kígyó szoborral. Gyorsan, vissza kell mennem dolgozni. Lenne valami... Várhat egy kicsit? Nos... Látogass meg otthon, a személyes ügyeket jobb ott intél. Viszla. Hacsidzsem. Valami átok. Ó,
Akkor elmegyünk Kalksteinhez. Micsoda élet! És illetve rossz irányba jönni, az a másik nem van. Nem lehet kijönni, úristen! Ahogy Raupennek mondta, csak a halott tűzre jó. Nem messze itt amúgy. Aj, banya. Hello, drága. Az öreg. Nem tudok pihenni. Majd Kalksteinnél, ha nem tudom. Meditálósok. Hello, drága. Nincs is itt, csak este van itt? Vagy most mi van? Nincsen itt. Köszönöm, hogy nem akkor Raymonddal beszélni. Raymond, kocsma, mocsár. Unatkozik. Mert itt van kosvelő. Hol van? Itt szokott lenni hátul. Kivel harcolhatok? Azért nincs itt kosvelő. Nem hittem Zoltánnak, mikor azt mondta, visszatértél. Helyette itt van Szakály Gyepár. Én vagyok az, Jason!
Számizettek? A háború? Te, Zoltán és én segítettünk nekik, emlékezz! Hogy vagy? Nem panaszkodom. Mennyire nyugalmas? A vendégek maguk között intézik el a dolgaikat. A hely csendes. A madarak nem piszkítanak a saját fészkükbe. Van, akkor szevasz. Hát nem tudom, akkor itt is meditálunk, hát ha nem ezt. Bár kipakolhattam volna egy-két dolgot. Egy okrom, hogy nappal legyen. Az, hogy lehet, hogy este van itt csak, vagy én nem tudom. Mert nincs itt korsfelő. Azt mondod? De nincs itt. Arena Racer. Itt van, jó. Arena Racert nem vágom. Mit akarsz? Láttad valaha a szalamandra jelet? Sokszor. Jobb, ha elmondod, amit tudsz. Mond neked valamit az a név, hogy Azar. Azar! Javed! Mielőtt elvágom valakinek a torkát, adok neki egy tanácsot. Soha ne fenyeges. Még dolgozni kell a külsődön. Megteszem én, ha te nem. Mi van? Beszélnem kell veled a szalamandráról. Gyorsan! Mikor a szalamandráról kérdezek, a csatlósait sunyítani kezdenek. Olyanok, mint én. Nem kedveljük a szalamandrát. Értem. Tisztogatsz az alvilágban. Még valami? Az embereid megtámadtak a kórházba. Aj, mi a szék? Mi? Azért küldtem őket, hogy hozzák vissza egy társunkat. Jól van. Hiszek neked. Habár nincs bizonyítékom az ártatlanságodra, ne... Köszönöm szépen, de engedd meg, hogy ne boruljak térdre. És ha megtalálod bármely emberét, elbeszélgetnék vele. Mindenképpen. Oké. Korsvelő megvan. Ha is majd visszajövünk. Még Raimonddal kéne beszélni. Jussát várja a vaják. Ki küldött a népért? Jó irányba jött, de jó irányba. Megint vannak a szalamanderek. Ard! Mellé. Thank you.
Jogi, és most ilyenkor szinkronizálja a GOG a dolgot. Szinkronizálja. No? Leszinkronizálta. Na még az is lehet, hogy Dan is jön intrudelezni. Atari. Régóta vágyott rá. Igen, 7-től. Nem látok. Elvileg. Történt. Salamandra. Csak egy lépésre voltam az ügy megoldásától. Most már minden rendben. Nem igazán. Állandóan követnek. Mit teszünk most? Hamis nyomot hagyok. Kérdezd ki az új gyanúsítottakat. Kiket? Tessék. Itt hát, hogy nem volt a lécsős, nem? Rajta van minden kulcs, szál és gyanúsított. Mit akarsz tenni? A nyomomban vannak. El kell tűnnöm. Elterelem a figyelmüket. A nyomozás neked kell befejezned. Megtalállak. Fehér farkas. Fehér farkas! Márlov úr küldött. Márlov. Mi a helyzet? Van néhány új információja. Gyere a házába, amint tudsz. Köszönöm. Lelépett Raymond. Nem lépett rá. Várj! Kétsz... Nem élhetek levegőn! Kétsz... A támadás után elszállították a foglyot. Ez nem túl jó. Főleg, hogy tegnap éjszaka meghalt. Hogy? Nem volt túl jó bőrben, de... Valaki rásegített a halálára? Pontosan! Mi jövőre lakásod, hogyha... Az? Ha már tudjuk a halál okát... Kémkedsz utánam? Szakmai ártalom. Olyat lakás az elég kemény. Egyszerű következtetés. Ja. Jó, hát végig is úgyis nice amúgy, de igen.
Laverdén, de ez is a gát, nem a Laverdén, ez meg a izénék. Ez a fogadó van a szőrösbe. És akkor van még ez. Jó van, jó van. Persze zsebből kell. De úgyhogy végig ott van zsebedben a pénz. Hát ez a Konrád. Hogy képesek ezt meginni? Amúgy mi a fene ez? Bor? Bor? Még a bor unokatestvére se lehetne. Szóval mi az? Megított kutyapisi. Így ritkán fogok idejönni. Azt hittem, ez volt az egyetlen kocsma a környéken. Csángó, meleg, mint a húgy. A kereskedő negyedben élek. Említetted, hogy van egy munkád számomra. Elmondanád bővebben? Tudom, hogy hol lehet egy kis finom szeszt találni. Hart. Ismerek egy helyet, ahol 100 éves tuszeni bor van. Jó van, szarok. 200. Ne. Igazából ez nem fontos. De várjál, most itt mi van már megint? Hol van a... Lehet, hogy ő meg csak este nincs, csak napközben. Elében megint vesztettem. Mit akarsz? Van. Ez az állandó meditálás. Kurván nincs itt Coleman. Viszket a tököd! Ja, nem figyeltem, de benne van, de mondta. Viszket neki. Kinek nem. Csani. Ezt ki kell menni a kettővel a gátra. És két Szefira, de nincs itt ez a szűi hülye Coleman. Persze, hogy van közel, hát ugyanaz. Van szabad szoba? Öt horem! Na csá, új gab! De amúgy retek kosvelő sincsen már itt. Jó, hát akkor... Nem tudom, itt hagyjuk, azt majd max visszajövünk. Ki lehetne menni a gáthoz. Mert utána Sunnyhoz vissza. Mert most sehol nincs itt Coleman.
Ja, hát nem tudom, szívesen. Vagy mit tudom én. Az a baj, de itt a tűzni tudok pihenni, ugyanúgy jól van. Akartam mondani, hogy basszus, megint este jöttem, de a lenti tűzni tudok pihenni. Itt ez a pudvás. Aha, magyar szinkronos. Itt van, itt van. Igen? Igen, egy több minden van. Befejeztem a vizsgálódásomat. Rendben, beszéljünk. Ha nem a szalamandrának dolgozol, akkor ki vagy te? Egy egyszerű kereskedő. Engedd meg, hogy kimutassam nagyra becsülésem egy egyszerű ajándékkal. Ne blöfölj, Declan. Ez a szimbólum képezi az én titkos társaságomat. A szalamandrát akarjuk elpusztítani. Megtudtál valami hasznosat? A szalamandrák túl sokat kockáztattak. Ez politikai ügy, de hadd mondjam el neked. Néhány nagyobb csoport uralkodik Redánián. Csak pár ember tudja ezt a titkot. Foltest király, a Varázslónők Szövetsége, és én tartjuk figyelemmel az északi határt. Mi köze van ennek a szalamandrához? Mit tökém az a lábkamera? Azar Javed egy speciális egységet küldött az északi határhoz. Tudja, hogy valami készülődik. De... A többit is végig akarom beszélni. Ne menj el! Úgy, ha... Így van. Igen, igazából ezek nem... Jól van, jól van. Ez is. Ez is csak izé... Oksa. Igen, megvan. Jó, de még nem menjen, még mindig van. A dokkot... Nem a... Igen. Ezt meg megkérdezhetjük, de nem sem semmit. Jó. Hülye Declan. És akkor... Még 7 szefira kéne. Szia tagjai, neked is jó estét. Igen. Visszamenni. Coleman, Shani, Torony. De várjad. Megnézem csak, mit árul. Tulipánok, orhideák, zafír, morosjánkő. Ezek meg már gyűrűk, úgyhogy nem. Ez vinne át. Vigyél át a másik oldalra. Eldöntötted? 5 órán ugye. Szia, Pabondez! Haló? Vára, folytó hírcek, nedves vár. Csak ezt találtam itt. Jelente. Jean-Pierre. Új vendég, üdv a fedélzeten! Hát akkor estét benyomjuk, bemeditáljuk az estét megint. A víz nyugtalannak tűnik.
És karnak bassza. Ez is kart keményen megbassza őket. Gyere már elő. Akartam. Asszod már! Kellnek. Olyan, mint a téglagyártók faluja. Jó, használjuk ezt. De mi ezt én nem tudom? Simán vissza. Szó szeletben a Szefira. Ez nem tudom, mi segít. Még hetet. Hogy hívhatlak? Vaska. Geralt. Agyog. Nem látok senkit, aki dolgozna. Nehéz idők járnak. És a vicserek mivel foglalkoznak? Mi oldjuk meg a problémákat? Dolgozunk. Szeretnél kérdezni valamit? Na, ez egy kiája van. Járt itt egy másik vicser, Berengár? Igen. Sok mindenről kérdezősködött. Még arról az alkímiáról is. Bizonyára Kalkstein, az alkimista küldte. Mi találtuk meg a felszerelését egy agyagveremben. Csupa vér volt. Köszönöm, Vaska. Fehér hajú. Harcra utaló jeleket találtunk, és nem szörnyek támadtak. Ezen okosabb amúgy is bárki. Voltak. Vigyázz a lángoló hüllőkkel és a szárazakkal is. Élve van rád szükségem. Vannak szörny... Nem. Jó van, szörny probléma. De ilyenkor hagyd már abba a beszédet! Vaska genyó! Kelj már föl! Kalkstein. Egy hatalmas varázsló élt egykoron a mocsárban. Egyetlen tanítványa volt minden társasága. Minden akkor változott meg,
mikor egy nő lépett az életébe. Meseszerű kezdet. De a vége különbözik, mert egy gonosz nő személy volt. A mágus mindent megtett neki, ő pedig ezt ki is használta. Ki volt ez a nő? Nem érdekes. Hallgatlak. A szerelem teljesen elvakította a mágust. Olyan erőket idézett, melyeket nem tudott irányítani, és meghalt. Mi a helyzet az őrrel? A mágus szerelme meg tudta jósolni a jövőt. A mágus pedig készített egy különleges tarókártyacsomagot. Minden lapon egy jövőbeli esemény tüntetett fel. És? Gólemek őrizték a mágus helyét. Gólemek. Nem fog rajtuk az idő vasfoga. Most is a temetőben foglalnak helyet, mozdulatlanul. Egyikük az őr? Igen. A legerősebb gólem az őrszem. A toronykártya azt ábrázolja, hogyan lehet feléleszteni a gólemet. Ezzel egy időben a torony is megnyílik. Vedd ezt a kártyalapot. Nekem már nincs szükség. De is lehet hallani, hogy jobb, teljesen máshogy vették fel a hangot. Nem. De amúgy ide... Torony miatt úgy is vissza kell jönni ide. Visszamegyek akkor, de majd ide vissza kell jönni úgyis. Nagyobb volt még itt végletpörögtem beszélgetést nagyapóban, ha van valami. Szerintem nem illik rád. Nevet sértésnek. Nem veszem. És tényleg rászolgálok a nevemre, ha Igen? Munkát keresek. Tudom, milyen munka kell nekem. De most... de retek messze van, de menjünk akkor gyorsan. Mit nem? Csöves. Kopj le. Ki van a nagy... Mi ez a süket dum? Ezek a lyukak bizonyára agyaggödrök. Agyagbányák, ahol azok az elmebetegek dolgoznak. Normálisnak tűnnek. Téglakészítők mindig is normálisnak megvárják magukat az idegeneknek. Azok a tökfilkók imádják a halembereket. Az emberek gyakran hisznek a legszokatlanabb dolgokban. De hogy nyálkás hüllőket imádjanak, azok a vodjánok még beszélni sem tudnak, tárgyakkal kell velük kommunikálni. Ki van a pöcse, tényleg? Az emberek tárgyakat hagynak a speciális oltárokon. Mindegyik tárgynak megvan a szimbolikus jelentése és szándéka. A vodjánok hasonló módon válaszolnak. Milyen tárgyakat? Izgulci, és nem is érdekel. De a téglakészítők nem adják ki a titkaikat holmi isten káromlóknak. Elég. Nagyapó, az a baj, nagyapót el kell kísérnem. Yeah.
piszkos! Mint a királyok. Akarsz egy verést? Előhívlak a sötét... Mi a franc? Elmondom, ki áll a nagy urak felett. Eridjé már! Itt elkísérem a tatát. Ez fáj nagyon. Nagyon fáj és mérgez, de nem tudom mi van. Húha. Lehet, hogy tolni kéne erre valami durvát. Nekem úgy kajám nincsen. Nem tudok semmit akkor. De úgy akkor nem kell kísérni tatát, nem? Ja, hát akkor mehet a behatolás. Majd innen folytatjuk.